Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal szeretnék mutatni néhány cikket arra vonatkozóan, hogy hogyan is alakítja majd át az életünket, és hogyan alakítja már most az izraeli konfliktus mindazok, amik történnek a Palesztin és Izrael állam között, vagy ha, ha úgy tetszik, akkor az Izrael állam által megszállt területeken. Mielőtt nekivágnék ennek, Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo! útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon. És ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt. Köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A célom nem annyira az, hogy kitaláljam, hogy mit hoz a jövő nagyvonalakban, meg lehet ezt jósolni, hogyha a Bibliára hagyatkozunk, láthatjuk az Armageddonnal kapcsolatos eseményeket, amiket bemutattam én a yahuautja.hu weboldalon, ha valakit érdekel, megnézheti ezeket az elemzéseket. Egyszerű lesz rátalálni ezekre, de egyébként Youtube csatornáinkon is vannak ezzel kapcsolatos videók, egészen frissek ezek. Migránsok igazi arcát! Biztos van egy része a társadalomnak, aki olyan primitív, hogy elhiszi azt, amit itt ír a tények, vagy elhiszi azt, amit a média beszámol ezekről az eseményekről, bár nem tudom, hogy kik ezek. De azt írják itt a tényekben, hogy miközben a muszlim terroristák nőket erőszakoltak meg, csecsemőket fejeztek le, civileket raboltak el, és lőttek agyon, addig Nyugat-Európában, Amerikában és Ausztráliában élő migránsok. Az utcán ünnepelték. Az emberiség ellenes bünteteket. The... És visszatekintünk most Bush iraki háborújának egy nagy részt elfeledett aspektusára. Mi is ez az elfeledett aspektus. Figyel mindenki, hogy mi ez. Vast domestic propaganda campaign that... Az a hatalmas hazai propaganda kampány. In the United States before the invasion began. Ami az Egyesült Államokban zajlott az invázió kezdete előtt, hogy meggyőzze a tömegeket arról, hogy ez egy jogos háború. Nem csak Amerikában, hanem az egész világon egy óriás propaganda kampány. A story on a young kuwaiti woman named És emlékszik erre bárki? Biztos vagyok benne, hogy az emberek 99 a nem is hallott erről. És közben még ott volt ez egy tanúvallomás a kongresszus előtt, ami meggyőzte az amerikai közvéleményt arról, hogy az USA jogosan kapcsolódik be az iraki háborúba azért az atrocitásokért, amelyeket Irak elkövetett Kovácsban. Elvitték az inkubátorokat, és ott hagyták a gyerekeket meghalni a padló. had kids in incubators and they were thrown out of the incubators so that kuwait could be systematically dismantled three months after naira testified president george h.w bush launched the invasion of iraq but it turned out naira's claims weren't true she was the daughter of the kuwaiti ambassador Naira nem egy átlagos kuvaiti tinédzser, ahogy azt mondta, hanem Saud Nasser al Sabah kuvaiti amerikai nagykövetnek a lánya. To the United States, És előtte felkészítették az interjúra a Hill and Knowlton PR cégnek a szakemberei. Which was working for the kuwaiti government. Ez a cég a kuwaiti kormánynak dolgozott mindeközben. A lényeg az, hogy hazudik a sajtó. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm! Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobából, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.